Benkő Tibor honvédelmi miniszter érkezik Nyíregyházára, a Vitéz-Vattai Antal területvédelmi ezred laktanyájának átadójára. A miniszter beszédében elmondta, a magyar katonák végre visszatérnek Nyíregyházára, hiszen a megyeszékhely 150 éve katonaváros, azonban a rendszerváltás óta nem volt ilyenfajta honvédségi objektuma. Egy jól kiképzett, felkészített tartalékos katonára mindig szüksége van az országnak. Az országgyűlési határozat értelmében mi egy olyan 30 ezer, mondjam úgy, hogy hivatásos, szerződéses, vagyis aktív katonállományban gondolkodunk, és legalább 20 ezer fő önkéntes tartalékos katonába. A honvédelmi szolgálat a magyar emberek békéjét és biztonságát szolgálja, tette hozzá a miniszter. A laktanya átadó ünnepségén elhangzott, a Honvédség Hazafias Honvédelmi Nevelési Programjának egyik szintere a területvédelmi ezredek működtetése, amelyek többek között a tartalékosok felkészítésével is foglalkoznak. Alapvető feladataink közé tartozik a területvédelmi tartalékos állomány kiképzése, felkészítése, valamint természetesen katasztrófavédelmi feladatokban történő részvétel, és adott esetben protokolláris feladatokban, többek között díszelgési feladatokban való részvétel. A nyíregyházi laktanyát a Magyar Honvédség II. Vitéz-Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoksága, valamint a Szabolcsi Magyar Honvédség 5. Farkas Gyula területvédelmi zászlóalj parancsnoksága és kiképző százada foglalhatta el.